Európai Uniós forrásból valósult meg egy újabb esélyegyenlőségi program. A Neked Munka, Nekem Álom projekt idén már negyedik alkalommal segített a fogyatékkal élőknek. Ez volt a második alkalom, hogy a kampányba országos szinten kapcsolódhattak be a megváltozott munkaképességűek. Március 19-től 23-áig a ProTeam Rehabilitációs Nonprofit Kft. Minden nap egy ember álmát valósította meg. Lehetett ugye az interneten jelentkezni, van, aki rátalált, akár Facebookon hirdetés kapcsán volt, akit mi kerestünk, illetve nekünk a cég is toborzott, úgyhogy így tevődött össze, hogy mégis mindenki jelentkezhetett, aki a feltételeknek megfelelt, és akkor egy jelentkezés vagy egy kiválasztás történt utána, hogy ki az, akinek tudjuk biztosítani az álmát, és ki az, akinek nem. A fogyatékkal élők igényeinek felmérése után a szervezet felkereste azokat a cégeket, amelyek tevékenysége iránt érdeklődés mutatkozott. Megkeresték a szervezetünket, hogy egy fő szeretne részt venni a munkánkban, szeretné megnézni tulajdonképpen azt, hogy mit csinálunk. Szociális munkát végzünk, utcai szociális munkát végzünk hajléktalanokkal. Egy fő bekapcsolódott ebbe a munkába, egy délelőtti ügyeletet nézhetett meg, tehát egy szociális információs irodát, utána egy ételosztásban vehetett részt, ahol szintén kivette a részét a munkából, és végül pedig egy éjszakai szálláshelyre vittük el az illetőt, hogy megnézze tulajdonképpen, hogy élnek ezek az emberek. Az ételosztáson kívül számos munka iránt érdeklődtek a kertészkedéstől kezdve az autószerelői munkán át a rádiózás és televíziózás világáig. Volt, akinek az országos mentőszolgálat munkája volt az álommeló, ezért a program során ennek a szervezetnek a munkáját ismerhette meg közelebbről. Nagyon tetszett, hiszen 4 éves korom óta van kapcsolatom az országos mentőszolgálattal, mivel ugye mozgáskorlátozott vagyok, és rengeteget szállított a mentő, és így kialakult köztük egy kapcsolatom. Az egyesület jövőre is szeretné megvalósítani a programot, hogy ezzel is érzékenyítést vigyen a munkavilágába is. A cél, hogy a munkáltatók megismerjék az embereket és adottságaikat.